Na, ebben a pillanatban kattintottam rá arra, hogy élő közvetítés van. És ebben a pillanatban vált ténylegesen élő közvetítése a közvetítés. Ez lehet, hogy a streambe tök máshogy jelenik meg, teljesen mindegy. Köszöntök mindenkit, a mai alkalommal kockulni fogok ezzel a remek kis játékkal. Előrehozott karácsonyt tartok, ugyanis december 3-áig ennek az egész játéknak az összes kiegészítőjének egyszer ilyen 50%-os akciója van, úgyhogy hirtelen lecsaptam erre a játékra, már régóta gondolkoztam ezen, de vártam a megfelelő alkalmat, ami úgy tűnik most jött el, és akkor most már minden funkcióját tartalmazza elméletileg a játék, ami elérhető jelen pillanatban, és hát akkor talán most már elkezdhetek komolyan foglalkozni ezzel a kis játékkal. Nagyon kis klassz, rengeteg lehetőség van benne, úgyhogy csak nem győzöm tanulgatni itt a dolgokat. Tegnap gyorsan így Szent Péntek napján felhúztam egy ilyen kis miniatűr várost, hogy azért mégis elkezdődjenek itt az események, és hát már is itt minden rendben van, úgy tűnik. Még egy kicsit majd kell bővíteni. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a lakosság... Hát itt van egy erdőtűz menet közben, mert történt egy ilyen nehézség. Azon gondolkozom, hogy itt leégett egy egész erdő, az természeti erőforrásokat befolyásolja-e? Arra vagyok kíváncsi. Természetesen, tehát itt szép zöld, tömény zöld terület volt, kb. Ilyen, mint itt, és most nincs. Kigyulladt az erdő, és oda a tűzoltók nem hajlandóak elmenni. Na mindegy, volt már egy tornádó is, szóval nagyon kalandos itt az élet. És hát itt kell helytállni. Most jelen pillanatban azon küzdök, hogy itt észrevettem egy ilyen funkciót. Ennél a résznél. Ezt az épületet, ami ilyen tulajdonságokkal rendelkezik, hogy fát tudok termelni, a fából elő tudok állítani papírt, meg fadarabokat, meg ilyesmiket, de jelenleg ott vagyok elakadva, hogy nem tudok ilyen fatermelő cuccokat gyártani egészen addig, amíg kettes szintre nem ugrik ez a fatermelő ipar, csak hát most itt nincs több fa, elégett. Csá, lelkes János! És hát ott most megint kigyulladt, mert ráterjedt a tűz a gyárra, hát ilyen kalandok vannak. Hadd nézzem a hangokat, jók-e? Hát, fogjuk rá. Na és hát ennek az épületnek kell itt elvileg fejlődnie, ami azt mondja, hogy normálisan üzemel, de ha megnézem itt kicsit ezt a statisztikát, van 47 munkás a 150-ből, de egy fikarszint cuccat nem termel már. Hónapok óta itt van az épület, de nem termel semmit, tehát itt valamit kéne trükközni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kipróbálok valamit itt. Mert hogy ez ilyen, valahogy ilyen mezőgazdasággal is kapcsolatban van ez a hely, de nem vágom pontosan hogyan. De a lényeg az, hogy megveszem itt ezt a kis területet. Mert itt gyönyörű szép termőföld van. Megpróbálok ott egy ilyen termőföldi part létrehozni. Ugye semmiből. Nagyjából valahol itt. Úgyhogy azonnal... Ja, a zenével lesz majd egy ilyen kis probléma, hogy szörnyen monotonnak tartom a játéknak a zenét, úgyhogy ide után ezt majd letiltom a pi-be. Amikor már agyrákot kezd okozni. És akkor majd vagy saját zenéről gondoskodok, vagy zene nélkül kell küldeni. Na, hát ide gyorsan húzok egy ilyen utat. Görbe utat. Valahogy így. Majd lesz valami, itt fogok szántóföldeket csinálni. Itt át kell vezetni egy olyan kicsi kis fikarsznyi utacskát ide. Figyelve arra, hogy minden lerombolódjon, amit ide építettem. Jó. És akkor itt lesz egy ilyen hely, és akkor hát itt lesznek ezek a szántóföldes témák. Nagyjából valami ilyesmin gondolkoztam. És
Csában elfogyott a pénzem, vagy mi a szar? Na, helyes. Jó, és akkor itt szépen visszavezetem így az utat, ez a helyzet. Itt ilyen gyárépületeket fogok csinálni, azt fogom tenni elsősorban, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy működik ez a rendszer, szóval egy kicsit pont ezt a mezőgazdaságos régiót, ezt kiterjesztem erre felé. Itt ezt kéne ott bejelölni, de ezt valahogy képtelen vagyok ott irányítgatni, szóval lehet, hogy ennek van köze itt az erdő iparhoz, meg az ilyenekhez. De itt semmit nem tudok egyszerűen kijelölni, szóval fogalmam nincs, hogy működik, úgyhogy azt kéne csinálni első körben, hogy ezt kiterjesztem így ide. Mert hogy szántóföldet, azt már tudok csinálni. Tehát erdőgazdálkodással még nem tudok foglalkozni, tehát ez a papír téma ez nem élt össze, viszont búzát már tudok elméletek termeszteni. Lehet, hogy búzával fogok tudni szintet lépni, hogy azt a erdős témát is el tudjam kezdeni. Viszont itt nincs búzamező, itt viszont jó minőségű föld van. Itt kéne ezzel valamit kezdeni. Azon gondolkozom, hogy lehet-e növelni a kijelölésnek a méretét. Jó, hát nagyjából ezt gondoltam. Így elsőre, és akkor itt valami ilyen harvestelő épületeket szeretnék lerakni. Ilyet vagyok képes tenni, és ez itt elméletileg jót tesz. Itt némi szántóföldet fogok létesíteni, mondjuk 3-at, kíváncsi vagyok, hogy ezzel mi fog történni. Itt már is van valamilyen dolog, farming cucc. Lehet, hogy ez csak egy ilyen sematikus ábra, és csak példaként mutatják az erdős témákat, úgyhogy lehet, hogy ezzel kéne így kezdeni. És akkor majd ez talán itt segít, akkor itt épül köré az ipar, és ide még egy gyors vízvezetéket elrendelek. És csődbe vágtam magam megint. Viszonylag lassan fejlődik gazdaság, most úgy tűnik, hogy majd lakónegyedeket kell egy kicsit bővíteni. Hát ő itt a város, itt egy minimál ipar van, távol a cuccoktól, és itt a főutak mentén, itt vannak ilyen főutak, a főutak mentén vannak az üzletek, és az ilyen kis utcák mentén vannak a lakóparkok. Egész kis kultúrát. Nem tudom, itt áramot is kéne ide vezetni, az nagyon-nagyon para. De még megoldható. Itt egy csomó ilyen elhagyatott gyáripar van, ezzel még nem tudok itt kezdeni, remélem automatikusan elmúlik majd ez a sok random ikon. Szóval elég sokat kell még tanulgatni a játékkal kapcsolatban, úgyhogy nem árt minél hamarabb elkezdeni, még kaptam valami teljesítményt. Ködös időjárás teljesítmény, marha jó. Az égvilágon semmit nem kell tennem értem, de nézzük, hogy ez mit vállal most. Na, ez már termel valami kis alapanyagot, lehet, hogy ez majd segít ahhoz, hogy szintet tudjak lépni. Búzát termelnek. És akkor lehet, hogy ha a szintet lépek, akkor az erdőgazdálkodásra is tudok foglalkozni, és pedig itt. Ide fogom azt intézni. Úgyhogy erre vagyok nagyon kíváncsi, hogy működik ez az új rendszer, mert ez az alapjátékban nem volt benne. Hogy ilyen mindenféle ipart, meg ilyen kacatokat lehet csinálni. Na hát itt szarunk a vízbe. Gondosan ügyeltem arra, hogy a szennyvíztelepet azt ide rakjam, ott pedig a tiszta vizet szivattyúzzuk fel, szóval akkor nem recirkuláltatjuk a genyát, hanem csak így nyomjuk így a tengerbe. Hát kicsit kellemetlen, mert minden víz arra áramlik, tehát igazából a tiszta víz forrást azt ide kellett volna rakni így a legelején, és akkor itt pedig potyogtatjuk vissza a kulát a vízbe. Áram problémák vannak, ez hogy lehet? Megnőtt a fogyasztás, semmi gond, nem a cuccokkal van baj, van mindenféle, csak itt szépen szoktam állítgatni azt, hogy mégis mennyit engedek a rendszerbe. Szeretnék mindent a kezembe tartani, úgyhogy mindent szépen szabályozok, hogy a legideálisabb legyen a bevétel. Ellenőrzöm, hogy most az áramtermelés az jó-e. Valamit javult. Ez egyébként
egy ilyen aprócska hibája a játéknak, hogy nem lehet egyidejűleg követni azt, hogy itt beállítok valamit, és akkor az milyen hatást vált ki itt a környező helyeken, tehát így ide-oda kell ugrálni a menüpontok között. Képes vagyok átmenni a zöld zónába, hogy csutkára húzom az elektronságot vajon? Lehet, hogy kevés lesz maga az a kis erőmű. Itt oda raktam. Na, hát ez kicsit elkerülhetetlenek tűnik, úgyhogy pillanatokon belül beruházok még egy erőműbe. Próbáltam egy ideig ilyen tiszta energiával küldeni a várost, de amint megjelent az ipartelep, rögtön szükségessé vált egy kicsit komolyabb erőmű is. Úgyhogy megjelent itt a szén meghajtású erőmű, és akkor itt termeljük az áramot, de ebből lehet, hogy rögtön kell még egy, mert képtelen vagyok visszamenni a zöld zónába. Úgyhogy összevárom a pénzt egy következő anyát, 20 000-be kerül. Hát akkor még páran még egy ideig úgy tűnik áram nélkül kell, hogy éljék a kis életüket. Ez annyiból rossz, hogy közben folyamatosan menekülnek az emberek a városból. Szóval, ja. Ilyenek vannak. Szemét lerakó. Csomó mindent kell itt egyidejük figyelni. Tehát a vizet is én szabályozgatom ott. De a szerencsére jól bírja. A szemét telepek is kicsit nehezen küzdködnek itt a dolgokkal. Pedig annak csutkára húztam azt hiszem a támogatását, tehát elég sokat költök a szemét eltakarításra, és mégis tök kevés, úgyhogy megpróbálok valami törvényt bevezetni, hogy ne szemeteljenek már annyit az emberek, mert idegesít. Újra hasznosítani kell. Bedban, ez mi a szar? Ja, állat. Cucc, ez nem számít. Be lehet vezetni egy ilyet, hogy pénzért. Hát, fizessünk, hogy olcsóbb legyen az energia, vagy hogy kevesebbet fogyasszanak az emberek. Azért fizessek-e? Vajon nem? Fogyasszák csak az áramot, vagy nem tudom. Majd egyszer lehet, hogy kipróbálom, amikor majd jelentős dolgok vannak. Na mindjárt összegyűlik a pénz még egy erőműre, és akkor jó lesz. Az valószínűleg idáig fel fogja tolni a energia háztartást, és akkor az kellemes lesz. Víz az még bőven bírja, még nincs is kimaxolva, tehát még csak félig van beállítva a rendszer, és már is zöldben van a mutató. Oktatást is szoktam figyelni, az nagyon jó. Az oktatásból akkor egy kicsit el lehet venni. Nem kell olyan sokat költeni rá, akkor kicsit gyorsabban gyarapszik a bevételem. Nézzük, sikerült-e belőnöm. Lehet még egy kicsit csökkenteni? Még egy kicsit hadd csökkentsem. Most van 3 általános iskola, meg egy középiskola, így a városban. Még azok is bírják. Igen, 2 általános iskola és középiskolát is raktam. High school. Ez jó. Az a baj, hogy külön nem lehet szabályozni ezeknek a funkcióit. Emlékszem, még a SimCity-ben volt olyan, hogy külön lehetett állítgatni a büdzséjét a dolgoknak, de itt egyszerre kell mindent kezelni. Vagy nem? Ez mi? Ja, ezt lehet állítgatni, Elementary School. El is tudnám nevezni, az majd egyszer. Még egy kicsit itt nézegetem, még mindig tök jól állnak itt a dolgok. A high school az éppen határeseten van, viszont a elementary school az túl teljesít. Még egy kicsit lefaragok a költségvetésükből, hogy jó legyen. Azt remélem, hogy ettől nem megy csődbe a high school, viszont az elementary schoolok normalizálódnak. Jó, normalizálódtak, viszont csődbe ment a high school. Nehéz. Ezért kéne külön szabályozni. Be tudjam állítani szépen, hogy a high schooloknak ennyi pénz, az elementary schooloknak meg annyi pénz. És akkor nem lenne baj. Viszont kicsit nehéz. Akkor ennyi pénzt szétosztunk köztük. Jó, hát akkor ki vannak maxolva.
segít. Azért van szükség ennyi iskolára, mert egy időben feljött ez a probléma. Nem olyan régóta játszom, szóval... kb. Egy óra alatt jutottam el idáig, vagy kettő. Hamar feljött ez a probléma, hogy nem volt szakképzett munkaerő az ilyen bizniszekben. Na, kíváncsi vagyok, hogy itt mi a helyzet, itt most egyszerű népekre van szükség, akik nincsenek jelen. Lehet, hogy ide is rakok egy ilyen kis régiót, ahol itt lakhatnak emberek, amúgy is most rohadt nagy szükség van a lakosságra. Úgyhogy itt ilyen átkötő utakat fogok mindjárt berakni, most pénzem is. Ja, még az erőművet gyorsan, ha már így küzd az emberiség a energiafogyasztással. Oké. Akkor ott ez van. Akkor most van áram, nézzük, hogy mennyire jó. Teljesen jó az áram, még kicsit vissza is vehetek a teljesítményből. És akkor még így is fogom tudni tartani a lépést. Igen, még egy kicsit. Nagyjából ennyit. Az a baj, hogy van némi átfutási ideje, szóval hiába állítgatom itt a cuccot. Csak lassan veszem észre, hogy mikor lesz jó. Na, ez pont jó. Pont jó. És akkor most szépen majd, hogyha megnő az igény, akkor majd egy kicsit eresztek. Na és akkor építkezzünk itt kellemesen. Itt lesz majd az itteni mezőgazdaságokhoz tartozó kis városrész. És akkor itt fognak lakni a munkások. Hoppá. Ezt nem így gondoltam. Megteszi, ide is húzok egy ilyen utat, valahogy. Hogy jó legyen. Minél jobban szeretném kihasználni itt a helynek a lehetőségeit. Nagyjából így. Itt aztán sokan fognak tudni lakni. És akkor lehet, hogy ez lesz az a rész, amit majd egy kicsit így elhúzok abba az irányba, hogy főleg belváros legyen ez a rész. Tehát akkor itt azt mondja, hogy Csá, Gabi! Sziasztok, hát nincs itt senki igazából, úgyhogy mindegy. Szóval itt lakosok lesznek. Belső részen. Külső részre majd valószínűleg ilyen irodákat, meg boltokat fogok telepíteni, hogy kényelmesen elérjék az emberek az ilyen cuccokat. Így mi? Itt lesz egy-két ilyen vállalati hely, üzletek, meg cégek, meg ilyen stb. Itt is lesz egy kevéske belőle. Oké, már is elkezdtek itt építkezni az emberek. Az nagyszerű, nagyszerű. És akkor akik itt laknak, azok remélhetőleg majd itt fognak dolgozni. Itt nem lesz olyan sok iskola a környéken, úgyhogy itt valószínűleg ilyen egyszerű népek lesznek, akik majd ott dolgozhatnak a gyárban. És akkor az úgy pont jó. Még egy réteget ide húzok, mert elég nagy igény van most a... Hát bár ez lehet, hogy hamar meg fog változni, hogyha ezt beépítik, akkor rögtön szerintem le is csitul ez a nagy mohóság a lakóterületek iránt. És akkor aki ide beköltözik, az majd ott egyből tud dolgozni. Remélem itt lassan, oké, összenőttek. És akkor most már elterjedt az áram oda is, vizet is gyorsan bekötöm ide a népnek, mert ők nagyon szeretnek iszogatni. Úgyhogy ezt feltétlen lehetővé teszem számukra. És akkor hát ez van. Ez van, akkor itt szépen beköltöznek, itt... Ügyelek arra szépen, hogy ilyen nagy utak legyenek körbe, tehát azért mindig lesz majd, tehát ilyen párhuzamos szerkezetet szeretek mostanában építeni, hogy itt már eleve itt van egy ilyen nagy út, akkor itt ez elvezeti a forgalmat, és akkor ezek pedig itt szépen betáplálják a forgalmat a nagy útba, ami szépen elvezeti őket máshova, ahova nem baj. Úgyhogy nagyjából ilyenek vannak. Gyönyörű szép házikók jelennek meg. Szerteszi át, vannak ilyen kis putri házak is.
de egész komplett házak is vannak itt, meg konkrét villák, meg ilyenek. Aztán ez majd itt fejlődik. Jó, már is lecsökkent az igény a házak iránt. Költöznek befelé az emberek. Ide is azért valami motivációt rakok majd, ha lesz pénzem. Most szerencsére elég jól jön a cash. Hát akkor csá! Igen. És akkor próbálom növelni a beköltözési kedvet mindenféle ilyen tulajdonsággal, hogy rendőrséget rakok ide, meg egészségügyi ellátóhelyeket, meg kacatokat. Hú, nem tudom, hogy építettem egy temetőt. Volt egy ilyen jelenség, hogy itt valaki meghalt, és akkor ott oszlott a hulla a házban. Egy kicsit övelem most az áram büdzséjét, hogy jusson mindenhova. Helyes. Tehát spórolok. Annyit adok, amennyit kell, és egy fikkarcnyival se többet. Jó, és akkor most úgy tűnik megint az üzletek iránt növekedett meg a kereslet. Hát ide rakok üzleteket. Itt már páran elkezdtek ott fejlődni. Még egy pár üzlet ide elfér. De majd ezt is szépen beépítik. Na, megnézem, hogy szintet lépett ez a mezőgazdasági bizbasz. Termelik szépen az anyagot, itt a búzamezőkön. Kicsit nehéz ráismerni, hogy ez itt búza, de úgy tűnik, hogy közeledünk a második szinthez. Termelünk is alapanyagokat, mindjárt meg lesz a második szint, és akkor végre elindulhat az a téma, amit így eleve szerettem volna, hogy erdőgazdálkodással foglalkozni itt. Úgy nézem, hogy az erdő az szépen kezd visszanőni, ez ilyen érdekes, hogy először kinő a fa törzs, és aztán kezdi el így magára termelni a lombkoronát, ez ilyen aranyos jelenség. De akkor magához térnek itt a dolgok, szép lassan. Hatalmas köd van. Szóval hát ez, így megy az élet. Ebben a városban. Elég nagy anyagi gondokkal küzdök többnyire sajnos. Úgyhogy nézzük, hogy miket lehet itt még csinálni, ilyen buszhálózatokat lehet talán létrehozni. Turistákat, ez transport. Nem tudom, hogy tömegközlekedés lehet-e intézni. Nem a turistákat szeretném szállítani, hanem az embereknek a sima közlekedését szeretném megvalósítani kényelmesen. Hogy akár az itt a városban lévő emberek is gond nélkül tudjanak dolgozni ott, ha akarnak. Itt most csődbe ment minden hirtelen. Túl sokáig nem volt munkaerő. De ez majd megváltozik lehet. Na, próbálok tömegközlekedést létrehozni. Mikor az nem ártan egy kisebb vagyon. 4000 a pénz. Adókat is folyamatosan állítgatni szoktam. Szóval itt azért van adó. Még kicsit azért hát, ha tudom húzni, mondjuk 16%-nál már besípolnak az emberek, hogy ez sok lesz, jaj! Úgyhogy legutóbb lejjebb vettem kicsit. Remélhetőleg nem lesz ebből most gond. És 14%-nál vagyunk, hogy 15-ig felmertem húzni. 14. Hát 15-ig is felmerem húzni én. Isten bizony. Kis cégeket is jól megadóztatom. Ez valamelyest csökkenti a beköltözési kedvet meg az ilyeneket, de legalább jól lehúzhatom anyagilag a népet. És akkor lesz pénz fejleszteni meg ilyenek. Szeméttelepre is figyelj, hogy elég nagy legyen. Ismered a játékot? Ne? Egyébként itt folyamat probléma van, tehát lehet, hogy kellene még egy szeméttelep, az... Lehet, hogy a... Ez mi? Ja, ilyen építettem egy ilyen újrahasznosító centert is. Valahova, elvileg, vagy csak akartam? Nem, ott van. Szerintem az az. Ez egy ilyen újrahasznosító bizbasz. Ez csökkenti valamelyest a szeméttelepeknek a sorsát. Még azt nem tudom, hogy hova fogom küldeni az anyagot, hogyha megtelt.
19/2-nél van. Megint kaptam valami teljesítményt. Ez is 19/2. Hát... lehet, hogy valahogy lehet változtatni azt, hogy több kis kocsika legyen hozzá. Hadd nézzem csak, lehet, hogy le kell rakni külön egy ilyen helyet, ahol... ahol járműveket lehet tárolni? Nem tudom még, hogy működik nagyon ez. ...40%-ig van tele, de mi az, hogy csak 19-ből 2-t használunk? Ja, hogy annyi van, és jelenleg csak 2-re van szükség, akkor ez így még megteszi. Akkor csak azzal lesz probléma, hogy 40%-ig tele van. Hát ja. Tervezek egy szemétégető erőművet is majd. Ne kelljen mindig majd küzdködni azzal, hogy hova rakjam a sok kulát. Benne. Na ez van. Na történt valami változás. Buszdipot. Automatikusan buszokat küld ki. A busz az útvonalaimra. Építeni kell line-okat, oké. Okay. Na, akkor ezt elhelyezem. Próbálom olyan helyre elhelyezni, ahol amúgy nem zavarja az embereket, mert nagy hanghatással jár, meg ilyen kacatok, úgyhogy valószínűleg ide fogom rakni. Itt amúgy is autópályán indul a busz, az jót tesz neki. És akkor megpróbálok a semmiből teremteni egy buszlányt. Valószínűleg az lesz, hogy itt a körgyűrű mentén fognak menni a buszok. Ott lesz egy megálló. Itt lesz egy megálló. Itt lesz egy megálló. Akkor áthúzunk ide. Itt is lesz egy megálló. Meg itt is. Satöbbi. Kéne egy buszforduló nekem igazából. Szóval, hogy itt lesz egy ilyen kis utca. Jobbra, és akkor megfordul, mert hát olyan útvonalat szeretnék, nem körjáratot szeretnék, amivel egy teljes kört menned kell, hogy csak egy megállót, hanem párhuzamosan menjenek, tehát hogy visszaút is, tehát szembe is legyen egy busz megálló, mint ahogy az rendesen a valóságban van. Úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy itt lesz egy egyirányú út. Nagyjából itt. Oda bekanyarintom. A busz majd itt jól lekanyarodik arra. És akkor folytassuk csak ezt. Igen, akkor itt visszamegy, akkor itt lesz egy szembe busz megálló. Ott is lesz egy szembe busz megálló. Amott is, akkor itt megyünk csomót, akkor visszamegyünk a városba. Küzdelmesen. Hol van? Itt van a busz megálló. Ez jó. Itt. És akkor itt is van egy. És akkor lesz még itt egy megálló itt. Ebbe az irányba. Ott majd jól megfordul a busz, akkor itt megáll. És akkor visszamegy. És akkor zárult a kör, tehát akkor ez egy ilyen buszjárat. Kicsit még azért gyér. De remélhetőleg akkor ez működik. És akkor jönni is, menni is tudnak az emberek, remélhetőleg ez a terv. Nem tudom, hogy fogok meggyőződni arról, hogy használják-e, bár úgy tűnik használják. Használják, ezt nem tudom, be lehet állítani, hogy a... Na, ha már is itt rinyálnak az adó miatt, akkor egy nagyon kicsit visszaveszek az arcomból, 14%. Nézzük, ez megoldja a problémákat. Próbálok a határon egyensúlyozni, hogy azért dőljön is a pénz, de ne sípoljanak elég hangosan. Kicsit várok, hogy hát ha van ilyen átfutás ideje, még így rájönnek, hogy történt valami. Addig húzzuk le pénzelőket.
Most már biztos megtörtént volna, úgyhogy még 1%-ot csökkentek az adón. 13%. És hirtelen megszűnik. 13%-ot gond nélkül elviselnek az emberek. Kivéve itt ilyen szegények laknak, vagy nem tudom. A cége, ezek a cégek is lázadnak. Akkor a cégekből is leveszünk 1%-ot, 13% a cégektől. Oké, a cégek se riálnak. Oké, nézzük, hogy az ipari környezetet azt pedig egy kicsit nekik is megkegyelmezek, bár nekik alapból meg van kegyelmezve, de azért 10%. 10% adó. Jó. Oké, ez így megteszi. Oké, jönnek, mennek a buszok, gyorsan megvizsgálom, 5%-os kihasználtsága van ennek. Vannak ott. Vannak 86%-os kihasználtság. Szerintem én rögtön létrehozok még egyet. Legyen egy másik buszvonal is. Az egy kicsit így... Hát a buszok azok nem mehetnek be az ilyen lakóövezetekbe, úgyhogy ezt mondom. De akkor legyen olyan, hogy... Hopp, ez nem termel itt. Én nem kap áramot. Kis vacak. Várjál, lehet, hogy úgy fogom megoldani ezt, hogy... Ide is ilyen... Ilyen övezeteket festek. Remélhetőleg ezeket hamar beépítik, és akkor nem kell áramot vezetnem ide. Ez kicsit rossz lenne. Ha ez a kék zóna így összeér, akkor az minden rendben. Állapotot teremt. Oké. Megoldódott. Eltűnik. Jó. Akkor legyen itt is egy busz útvonal. Ezt úgy kéne, hogy ez itt errefelé megy. Oda is bemegy. Tehát onnan is szed... Hát... Nem szívesen vinném be a kis utcákba ezeket a buszokat, de egyet oda beviszek. Ez a busz, ez bemegy oda. De csak oda nagyon kicsit finoman. Jó, itt is lesz busz megálló, itt is lesz busz megálló. Itt valaki nagyon szerencsésnek érezheti magát, mondjuk kicsit zajos lesz ott a környék. Oda is bemegy. Megpróbálja még... Hát itt az autópályán ott nem nehéz busz megállót csinálni. Tűnik. De még megáll egyet itt is. Akkor utána elmegy távolra. Megáll ebben a busz megállóban is. Tesz egy kört. Itt. Visszajön ide. Itt kap egy gyors buszfordulót ez is. Ilyen kis nagyon lazát. Kicsit undorítóan kezelem itt az utakat, de annyi baj legyen. Szerintem a város, a valódi városépítők se foglalkoznak azzal, hogy hogy néz ki, csak legyen praktikus. Jó, akkor itt lesz egy ilyen kis buszforduló. Jobbra. Is legyen, akkor ide. Szerintem én ezt akartam. Remélem ezt akartam. Oké, akkor folytatom ezt. Itt van a buszjárat. Ezt építem tovább, akkor itt visszamegy a busz. Szintén megáll ebben a megállóban. Majd itt is megáll. Végül... Valószínűleg itt is megáll, és akkor szembe... És akkor megy itt egy kört. Jó, akkor tegyük fel, még itt is megy. Itt a temetőnél is megáll. Jó, itt is megáll, tök mindegy. Vele szemben ismét megáll. Vagy nem is tudom. Ja, hát itt kicsit el fognak tévedni az emberek, de jó, mindegy, legyen itt is megáll.
visszafordul. Itt is meg fog állni. Itt is. Itt lesz egy ilyen páratlan megálló, hogy itt nincs szembe cucc, és akkor még itt is megáll. És akkor ez egy járat. Na, és akkor ez egy buszjárat, és akkor ez működik. Remélem. Na, itt valaki rinyál rohadtul. Mit rinyálsz? Túl magas az adó! Ez pedig egy luxus csávóka, szóval... Úgy nézem, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon nagy értékű házban lakik. Viszonylag. És rinyál, hogy nincs pénze. Szomorú. Sokan vagyunk ezzel így. Én is szoktam. Jó, akkor remélhetőleg ez most segít majd így a közlekedésben. Még ott is magasak az adók. Na itt van ilyen edukációs hiány. Na nézzük meg, hogy vannak az iskolák. Az elementary schoolok nagyon jól vannak, high schoolok is. Egyetemek nincsenek. Nyilvános könyvtár sincs. Egészségügy, hogy muzsikál, az nagyon jó. Viszont a hullákat nehéz eltakarítani, úgy nézem. Krematórium. Nem tudom, hogy rakjunk egy krematóriumot, hogy kompaktabb módon tudjuk tárolni a halottakat por formájában. Azt hogy tudom megtenni? Ez lenne valószínűleg a krematórium. Rohadsokba kerül, és nincs is rá lehetőségem jelenleg. Na mindegy, hagyjuk ezt. Majd máskor. Na, növekszik az igény a cégek iránt. Valószínűleg akkor már itt is minden lehetőséget beépítettek. Kevés még az alkalmazott. Azt nem tudom, hogy lehet ezt megoldani, szóval... Nincsenek munkások. Megpróbálom úgy megoldani, hogy még lakóvezeteket húzok fel ide a semmiből. Bár... Kicsit kétlem, hogy ez összejönne. Lehet, hogy az itt lakók is átjárnak az iskolába. Jó, és akkor itt mind lakóvezet lesz. Így. Remélhetőleg ez így megfelelő. Hát itt jó sok piros lámpa van. De szerencsére úgy tűnik, még nincs forgalmi dugó, még nincs olyan sok ember a városban, úgyhogy még egy ideig simán bírom tartani ezt a formációt. Aztán pedig el kell kezdeni rászoktatni a tömegközlekedés az embereket, hogy ne legyen olyan sok autó az utakon. Na, kicsit megpróbálom növelni itt az életszínvonalat, úgyhogy itt mindenféle ilyen jóléti dolgot fogok rakni, tehát lesznek itt parkok, vagy játszótér. Park fákkal, az nagyon jó. Itt lesz egy park fákkal. Természetes köveket nem szeretném nagyon lerombolni. Oké, ez itt növeli az emberek jó kedvét, itt is lesz egy park fákkal. Vagy egy ilyen kisebb. Legyen az itt. Oké. Kár, hogy sötét van. Na, van közvilágítás a parkban. Nagyon jó! És akkor lehet sétálgatni, le lehet ücsörögni, meg ilyenek. Nem tudom, hogy tavacskát tudok-e csinálni. Annyira örülnék, hogy itt lenne egy tó. Itt körbe lehetne járkálni. Két fejlődik a dolog. Költöznek be az emberek. Rakok még ilyen biznisz épületeket is. Hogy azok is fejlődjenek tovább itt. Oké. Próbálom csinosítgatni a környezetet. Úgy emlékszem, hogy lehet egy sima fát is lerakni. A vidám parkot is lehet majd építeni, talán? Jó lesz az.
csomó minden van, mi ez? Tropical Garden. Hát kipróbálok egy ilyet is. Itt valakinek elbontjuk a... Két valakinek elbontjuk a házát, nem? Túl sok. Túl nagy kockázat. Itt ennek a... Hát ez is két ember. Fú, nagyon sok embert megszivatnék, hogyha ezt ide raknám, de a többiek örülnének neki. Ennek a két embernek itt beszívjuk, vagy beszivatjuk őket, és házuk helyére építünk egy ilyen rendkívül cuki kis helyet, azt a rohadt. Kis beülős, azt a mindenit, na erről van szó, ilyen kis műtavacska, vagy ilyen műpatakocska is lesz ott. Remélem, hogy a többiek azok majd tudnak ide építkezni. Minden esetre, akik itt laknak, azok most jól jártak. Na. Remélem ez majd segít az itt lévő embert, meg majd segít abban, hogy itt tudjanak dolgozni. Itt nem lesz ilyen sok oktatása lehetőség, szóval aki itt lakik, az valószínűleg itt fog dolgozni majd ezen a helyen. Nézzük, hogy elérte a következő szintet ez a cucc. Még mindig nem érte el. Nem is tudom mire vélni. Ipari környezetre most egyáltalán nincs szükség, úgy tűnik, hogy mindenki boltokat szeretne birtokolni, akkor ide is rakok boltokat. Tehát itt a sugárút mentén mindenhol boltok lesznek. Ez a terv. Nagyjából itt is itt van a sugárutak mentén, ott boltok vannak. A boltokkal az a, vagy ezeknek az a baja, hogy ez valamilyen mértékben lehúzza a sima házaknak a kényelmi szintjét, vagy nem is tudom. Szóval nem szeretek az emberek boltok mellett lakni. Úgy emlékszem, bár ez lehet, hogy még egy ilyen SimCity-s emlék régből. Ki tudja. Na nézzük meg a energiafelhasználást, az a minden rendben, még kicsit vissza is veszek belőle. Ne költsünk fölöslegesen áramra. Kb. Odaig le fog menni. Helyes. Vizet viszont növelni kéne. Aha. Úgyhogy egy kicsit nagyobb teljesítményre állítom a pumpákat, meg a vízszivattyúkat, meg a szennyvízzel takarító szarságokat. Nagyszerű. Hát... Ja, azért tűzoltóságot rakok ide nekik. Sugárút mentén, hogy mindenhova hamar eljussanak. Tűzoltók. De körül a nép. Ide is kéne még egy, de... Talán egyszer. Rendőrséggel elég régóta nem foglalkoztam, de... Úgy tűnik, hogy nincs nagy bűnözés, úgyhogy erre nem kell olyan sokat költeni, még ott sincs. Oda is kell vízvezetéket húzni hamar. Nagyon klassz, nagyon klassz. Még mindig boltokra van szükség. Szépen épülnek itt az ingatlanok, szép nagy beruházások történnek, minden épület fejlődik. Remélhetőleg, hát itt csődbe mentek megint a cégek. Nincs szükség munkaerőre. Nézzük, hogy mennyire mennek a buszok jól. 50%-os kihasználtság, az nagyon jó. 20%-os. Kicsit azért visszaveszek a bicsőjükből, ahogy már túl jól érezzük magukat. Két buszjárat, 20 megálló, 13 megálló. Ja. Kicsit megszorítjuk a buszosokat is. Tömegközlekedést, ha lehet. Sokba kerül, de... Ennyit azért leveszünk a vállukról, hogy azért nekem több pénzem maradjon, ha lehet. Reméljük ez nem okoz problémákat. Tehát remélem ez, amit most állítottam, ez... ahhoz vezet majd, hogy a buszok nagyobb kihasználtsággal fognak működni, és kevesebb busz. Legyen csak tömeg a buszokon, hadd érezzék az izzadságszagot az emberek. Hopp, itt már dugó is van. Ja, ezek ilyen nagyon light-os útvonalak. Nézzük, hogy tudom-e fejleszteni ezt az útvonalat. Mondjuk, hogyha két sávosra csinálom, fejlesztő módban. Jó, az még szerencsére így belefér. Az még nem jár azzal, hogy az épületek... Hoppá! Ezt nem kellett volna.
visszarakom kicsire. Bocsi, itt páran homelessé váltak hirtelen egy misclick miatt. Hát, szomorú az élet, nehézkes. És akkor itt folytatom ezt. Szóval azt akartam mondani, hogy ez még nem jár ilyen kritikus út melletti változásokkal, hogy ezt itt fejlesztem. De talán növekszik az utáteresztő képessége. Hoppa, azért egy kicsit azért változik néha itt-ott. De akkor ezt itt jól megnövelem. És akkor lehet szántani. Három sávos utak vannak itt, az jó. Tehát aki akar, az most elméletileg besorolhatna ide a középső sávba, és akkor nem lenne dugó, de hát az emberek szeretnek várakozni, nem zavar ők. Ilyen relax emberek. Nézzük, mit élnek át. Ez mind ilyen céges cucc. Hopp, itt egy rendőrautó. Várjál, hadd állítsak be valamit. Opciók. Nem tudom, hogy van-e ilyen motion blur. Azt feltétlen ki kell kapcsolni, még akkor is, hogyha nem érzékelem teljesen jelenlétét. Jézusom, mennyi beállítás. Na mindegy, na ezzel majd foglalkozok máskor. De úgy látom, hogy nincs ilyen. Mert van a játéknak egy rossz tulajdonsága, hogy néha így elhomályosodik a... Tehát alapbeállítás, ami lehet, hogy most nincs bekapcsolva, lehet, hogy ez most csak köd. De a távolban néha homályos. Itt a széleken. De lehet, hogy ezt már kikapcsoltam korábban, és megjegyezte. Na mindegy, ez a helyzet. Nézzük, hogy forgalmi dugó van-e máshol. Hát itt megint erdőtűz van, nagyszerű. Na, fel se kapom rajta a vizet. Úgy látom, itt nincsenek olyan nagyon komoly forgalmi dugók. Azok parkolóautók szerintem. Minden parkolóautó jól van. Semmi gond. Még mindig cégekre van szükség, akkor itt is egy kicsit nevelem a cégeket. Itt végig lehetnek cégek. Ide is rakhatnak butikokat, ha odafér. Jó, legyen itt is ilyen csomó butik, ha kell. Ugye a cégekre elméletileg ebben a városrészben van szükség, mert itt vannak ilyen oktatott emberek, akik a cégeket kezelni tudják. Kicsit értelmetlen volt ide ilyen sok céget rakni, lehet, hogy ki se használják. Hamar rakok ide vizet nekik, mert itt szomjaznak az emberek. Rendben. Töltőállomás. Dino olaj. Nagyon szellemes. Szellemes kis játék ez. Na és térjünk vissza a csicsázásra. Tehát én szeretnék egy kicsit csicsomázni. Úgy emlékszem, hogy lehetett parkokat ültetni, meg ilyen fákat így spontán. Hol is lehetett? Lehet, hogy itt? Itt bizony. Lehet, hogy ennek nincsen semmilyen jellemzője, de... vagy hatása. Ilyen szép megtermett fákat szeretnék mindenhova. Például ilyet, de kicsit szebbet. Á, ilyen érdekes. Á, ez is kicsi. Pálmafa. Nem, az annyira nem jó. Szép nagy dús lombkoronájú fákat szeretnék. Ez mi? Legyen egy dzsungelflash az embereknek, hogy az autóton bokrok nőnek? Hát simán berakok ide egyet. Poénból meg. Kora jó már itt. Itt át kell menni az autóknak a dzsungelen. Jó, lesz egy ilyen easter egg itt. Ritzből. Csak hogy emlékezzünk arra, hogy ez fura. Jól van. Akkor ezt az utcát itt szépen kifásítom. Legyen gyönyörű. Legyen gyönyörű. Semmi hatása nincs valószínűleg az emberekre. Ez kicsit amúgy bánt, de... legalább lehet, hogy szép lesz. Vagy szebb.
Kár, hogy nem értékelik fáradalmaimat. Egy friss levegő, meg zöld városrész legyen itt. Jó, folyamatosan áramlik be a nép. Most semmilyen cuccra nincs szükség érdekes módon. Érdekes, hogy semmilyen városfejlesztési cuccot nem kíván senki itt. Miért nincs fa? Na, azaz. Jó, hát remélem majd szembetűnő lesz a végére. Változtatás. Fákat mindenhova program. Szavazz rám. Kicsit puzséros hozzáállás ez, de megteszi. Nem olyan rossz az. Jó, itt még elfér egy pár fa. Oda is. Na és remélhetőleg ez itt egy jó környék lesz így módon. Érezhető vajon változás? Nem hiszem. Még csomó fát kell ide rakni, hogy látható legyen a különbség a sima utca meg az ilyen utca között. Ő itt nagyon jól jár, körbe rakom a házát fákkal. Természet közelében érezheti magát egyfolytában. Oda is fát, oda is, mindenhova. Még. Na itt fejlődött, nem tudom, hogy ennek köze van a fákhoz. Nőni. Hát rendkívül sok energiát fektetek ebbe az egyetlen útszakaszba, de megéri, ha szép lesz. Megéri. Jó szívvel teszem. Kicsit más fát is, mondjuk ilyet. Húha, ez aztán böszme nagy fa. Akkor megjelölöm ezzel a fával, hogy itt van. Itt van ez a hely. Mekkora fa, te atya úristen! Ezt majd felhőkarcolók kezé fogom rakni, és akkor lehet, hogy lesznek ilyen bátrak, akik át... Húha, ha én felhőkarcolóba laknék, és lenne egy ekkora fa, én biztos kiugranék az ablakon, és fára másznék. 100 méter magasan. Még egy ilyet? Ez milyen fa itt? Ez is ilyen tök jó fa. Ilyen szavannai cucc. Vagy ez fűzfa, vagy nem tudom, milyen fa ez. Ebből is kérek. Legyen parkos rész ez. Ha már itt a munkások laknak, őket elkényeztetjük most. Mert szorgalmasan dolgoznak a hazáért. Alul értékelt népségről van szó. Úgyhogy én most külön értékelem őket, jó? Kicsit még mit rakjak nekik, hogy boldogok legyenek? Ez nem tudom mi. Lehet, hogy valami csatorna hálózat akar lenni. Várjál, lehet, hogy még tudok itt módosítani az útszakaszon, anélkül, hogy itt bármi baj lenne, de mi lenne, hogyha ilyen? Simán átalakítom ilyenné azt a rohadt. Basszus, ez viszont egyirányú így sajnos. Ebből nincs két irányú változat? Jó, mindegy, ez az út legyen egyirányú. Annyi baj legyen. És forduljon meg. Honnan ide? Ez egy egyirányú utca. De annál szebb. Sétáló utca. Kisfák, nagyfák, minden van. Minden is van.
Hogy kell megnézni valami, mennyit ér itt a környezet? Ebben most mindent beleadtam, akkor nézzük meg, hogy a föld értéke az milyen. Lehet, próbálják ki valamit? Lecsűrök egy fát ide a puszta közepébe, ahol értéktelen a föld. Nézzük, segít-e rajta valamit. Hol volt a fa? Itt volt a fa. Vagy valahol itt. Azt most elfelejtettem, honnan szedtem a fákat. Itt. Tehát itt elméletileg értéktelen most a föld. Nézzük még egyszer. Tényleg az. Lerakok fákat sok pénzért. Mindenből. Változik valami? Nem. Az égvilágon semmit nem hatnak ezek a fák. Na mindegy. Attól még szép. Az én szórakoztatásomra való a fa. Úgy tűnik kizárólag. Na, viszont megnövekedett a lakosság igénye. Úgyhogy... valahova kell még ingatlanokat telepíteni. Nem tudom, hogy a városiasodás az mikor jöhet már el. Tehát ez mikor lesz? Hú, már percekre vagyunk tőle. Nem sokára elkezdhetem ezt, hogy áttuningolom. Komolyabbra. Jó. Azért még ahol lehet, ott kiszínezem. Itt vannak ilyen lyukacsok. Ott is lehet lakosság. Hát itt elég szar lehet élni, úgyhogy inkább ide ilyen üzleteket rakok. Ott is vannak ilyen lyukacsok, azokat betömködöm. Jó. És akkor nem tudom, ott nem szívesen laknak, itt még egy kicsi lakózóna, így elfér ennyi mondjuk. És akkor jó van. Nagyjából ez a helyzet, ott nem tudom miért szűnt meg a dolog. Jó. De rendben nézzük a cuccokat. Ez jól van, ez is, ezzel egy kicsit áramból egy kicsit elveszek. Víznek egy kicsit adok. Szemét téma az kicsit para. Kb. A szemét lerakóim azok jól bírják, de kellene belülük még pár. Szemét feldolgozás az még nem olyan jó, szóval ez itt valószínűleg akkor azt jelenti, hogy több szemetet termelek, mint amennyit fel tudok dolgozni. Tehát folyamatosan gyűlik a cucc, úgyhogy még egy ilyet talán megpróbálok csinálni. Még egy ilyen újrahasznosító bizbaszt. Meg még egyet, akkor megpróbálunk mindent újra hasznosítani. És akkor nagyon jó lesz, akkor talán csökkenni is fog a szemét. Szemét cucc. Oké. Költségvetésem az király igazából, úgyhogy nem kell aggódni. És akkor szerintem feltöltöm ezt a részt is most már lakosokkal rendesen. Ilyen sima útvonallal. Ez túl nagy utca. Kis utcát szeretnék, de olyat kéne, ami nem egy irányú, és na, erre gondoltam igazából, ez miért nem volt eddig elérhető? Miért nem vettem észre? Akinek a bizniszét jól eldozeroljuk. Oké, ez már ilyen parkos utcácska. Nem fog nyílni egy másik. Viszont itt fog haladni.
inni. Hopácska! Nagyváros lettem, vagy valami. Nem olvastam el. Talán így jó lesz. Na és akkor ide most beköltözhetnek. Ez most ilyen parkos téma. Téma lesz itt. Ide jöhetnek, ezt nem tudom megváltoztatni, az ecset méretet? Ó, hát csak ilyen fos méretre. Jól van, akkor ezt itt jól kiszínezem. Hát itt már annyira nem lesz jól lakni, mert autópálya mellett lakik az ember. Úgyhogy itt ez nem lesz a legtökéletesebb. De cserébe vannak fák az út mentén. Kis cserjék, ami azért növelheti a hangulatot. És akkor ide aztán jöhetnek emberek dögivel. Oké. A kórházat is tudok mostantól létrehozni, ezt lehet, hogy bejátszom. Hol legyen a kórház? Ott azért kb. El van látva, úgy kéne, hogy azért mindenkinek jusson belőle. Hát, legyen itt. Akkor az itt lakók legalább rohadt boldogok lesznek. Akkor itt építkeznek. És akkor nem tudom. Most úgy tűnik, hogy a lakosság szeretne beköltözni jelentősen. Nagyon jó, most visszaesett a pénzem elég durván. Ugye az egészségügy miatt. Nézzük csak. Tudok építeni buszállomást. Marha jó. Majd egyszer. Figyeljük, ahogy szépen beköltöznek ide a népek. Ja, kell nekik víz is. Aha. Most még csak a bátrak költöznek be, akik nem igényelnek olyan sok vizet. Most fognak jól beköltözni. Egész kis kultúrált társasháznak tűnik. Nem olyan luxus szerintem. Ja, az ilyen alap. Ez is ilyen alap. Jó lesz ez. Nézzük, mit lehetne még ide rakni. Ja, igen, ezt meg akartam nézni, akkor egészségügy az nagyon jó, csak kicsit visszaveszünk belőle, hogy elég legyen. Még egy csomót vissza lehet belőle venni, egyszerűen túl kapacitás van. Marhára. Ezt itt leveszem jól így. És még akkor sem inog meg. Inog meg a rendszer, tehát Isten király az egészségügy. Leveszem nagyon kicsire. Ilyen kicsire. Akkor se történik semmi. Szóval kikezdhetetlen ez a rendszer. Kikezdhetetlen, az nagyon jó. Áram az bírja, víz az bírja, mondjuk még rákapcsolok egy kicsit a vezetékre, mert sokan szívják a vizet. Még mindig csak egy ilyen vízcsapon van, amúgy. Egyetlen egy. Valahol itt. Egyébként arra azt szeretném rohadtul elérni, hogy víztisztító berendezéseket tudjak létrehozni. Water kezelési erőmű. Tank. Vízmegőrző tank. City pumps. More water need. Akkor lehet tárolni a vizet. Hát, nem tudom. Még egy kicsit feljebb kapcsolom a vezetékeket. Legyünk a zöldbe jelentősen. Nem sokára megérett. Megérett az idő még egy pumpára. Na ez mi?
Paint kampuszára. Mi az? Fogalmam nincs, mi ez a kampusz, na mindegy. Majd egyszer rájövök. Az a szituáció, hogy szeretném kihasználni ezt a szigetkét is. Úgyhogy valahogy meg kéne oldani, hogy itt egy kicsi utcácska így lekanyarodjon innen. Tehetem? Ezt nem így gondoltam. Jó, ott van egy ilyen út, az király, nagyszerű. Ez mi a szar? Elevation step, az fogalmam nincs, hogy mi. Valahogy elméletek lehet emelni az utat is. Attól félek kicsit, hogy page up-pal, meg a page down-nal, meg ilyenekkel nem lenne olyan jó. Majd erre visszatérünk máskor. Jó lenne azt a szigetet is benépesíteni. Új zóna elérhető. Office zone. Nem beteg. High Destiny Commercial Zone. Azt mondjuk itt egy kicsit átalakítom ezt. Nem lehet upgrade-elni? Kipróbálunk ide pár ilyen kockányit, hogy mit vállal ez az épület típus. Meglátjuk, mi lesz itt. Egy-két iroda. Hogyha itt vannak ilyen irodában dolgozni kívánók. Valahova el kéne gondolkodni egy ilyen nagyvárosi részen. Ahol sokan laknak. Ide gondoltam egy ilyen nagyvárosi régiót. Most. Hirtelen így ez a gondolatom támad, hogy ezt meg kéne hosszabbítani. Eltűnik sajnos egy ilyen tengerpartos rész, de mindegy, ez ilyen járulékos veszteség. És ide kéne rohadtul bevezetnia. Ugye ez itt... Na oké, ez az átjáró is megfelelő most már. Na nézzük, hogy egy ilyen nagy sűrűségű lakóvezetnek mit szólnak itt az emberek. Lehet, hogy itt megjelenik majd egy-két toronyház. Oké. Okay. És akkor ide kapnak boltokat. Mondjuk ennyit. Kapnak egy irodát. És kapnak egy office zont is. Nem tudom. És ez mi a szar? Hát kapnak még egy ilyet. Még pár ilyet. Jó, és akkor itt tudnak fejlődni, ha akarnak. Bár mondjuk most pont semmi szükség nincs erre a részre. Meg amúgy semmilyen, tehát valamit kéne csinálni, hogy a város fejlődjön. Na itt mi a rinya tárgya? Mit rinyáltok? Túl kevés a szolgáltatás. Az mit jelent? Mit elérhetnek?
Milyen szolgáltatásokra gondolhatnak vajon? Busz. Kapnak egy buszjáratot. Jó legyen. Kaptok egy buszjáratot. Buszjáratból amúgy is kiváló vagyok. Azt nagyon nem tudok csinálni olyat. Lesz itt busz megálló. Akkor ez lesz az én ipari busz cucc. Oké, ez átmegy ide a szomszédba, akkor itt is lesz ilyen ipari busz megálló cucc. Ide is el tudnak jönni az emberek dolgozni. Ez is ide megy. Itt lesz egy busz megálló. Itt is meg fog állni. Itt is meg fog állni. Megáll itt is. Itt is összegyűjti az embereket. Itt is. Ott még nincs víz, de azt majd egyszer megoldom talán. Akkor jön ide, akkor kidobja az embereket. Itt. Ebben a busz megállóban is lesz egy megállója. Itt is lesz megálló. Itt is. Itt is. És akkor körbeértem, csak... így nincsen ellenkező irány. Még hogy tudnánk visszafordulni? Tehát ahhoz be kell menni oda. Jó, mindegy, akkor itt is megy, megáll, itt is megáll. Itt biztos meg tud fordulni, akkor... itt is megáll. Jó, akkor itt megfordul, akkor itt szembeforgalom jön. Itt is lesz egy megállója, azt hiszem. Itt is lesz, akkor elindul visszafelé, akkor most már így visszafelé jön a buszjárat, itt is megáll. Ott is megáll, nagyszerű. Ott is. Így, akkor itt megyünk visszafelé durván. Fú, kicsit belezavarodtam, hogy van ez? Igen, itt jön a cucc, akkor... ah, ott megvan a két megálló, elvileg. Lehet, hogy teljesen nem kell körbe menni. Akkor itt ez itt megy. Fogalmam nincs, akkor itt visszajön, akkor itt is megáll a busz. Itt is megáll a busz. Itt is, akkor most menni kell még egy kört, hogy itt vissza tudjon jönni. Hát... itt megáll még egyszer, ez ilyen fura. Itt is lesz egy megálló, és akkor ide építek egy buszfordulót. Megint csak. Ilyen gusztustalant. Jó, ez így megteszi. Térjünk vissza a buszhoz. Igen, akkor ezt folytatom. Akkor itt... jó, itt akkor megfordul. Jövünk vissza, és akkor igazából, hát itt megáll még egyszer, miért ne?
És akkor oda bemegy. És akkor elmehetek ez a körjárat. Tehát ez lehet, hogy itt van némi system error, de lehet, hogy elmegy. És akkor lehet, hogy ez így segít itt a szolgáltatásokat megszüntetni. Véletlen szerencsé, hogy észrevettem, hogy ott van egy ilyen busz szimbólum a dologban. Hopp, itt van egy kis régi, ahol szóval aznak az emberek jelentősen, azt szüntetem. Elkezdték beépíteni itt a sűrű városrészt, akkor itt elég sokan laknak. Úgyhogy adok nekik sűrűn vizet. Jó, nagyszerű. Akkor nagyjából ez a helyzet. Megoldódnak a problémák. Itt már vannak ilyen nagyvárosos részek. És akkor ez így talán megteszi. És akkor ezt valahogy úgy fogom megoldani. Itt még több ilyen házat szeretnék amúgy. Lehetőleg nagy rombolás nélkül. Valahogy így. Talán ez megteszi. Kicsit para, hogy az autópályára építek ilyen sima kereszteződéseket, de... annyi baj legyen. És akkor ide jöhetnek a panelházak a kis utca mentén. Itt aztán lesz forgalom szerintem. De így legalább ezen a sugárúton csak két ilyen kereszteződés van összesen. Na, meglátjuk, milyen lesz ez a rész. Jó, és akkor nem tudom még... autópálya mentén nem lehet építeni ilyen cégeket, ilyen üzleteket, de kéne. Jó volna. Új épület. Tudok építeni metrót. Metróállomás. Na majd egyszer azt is. Ez mondjuk nem olyan látványos, mert csak így random lerakom a metró megállókat. Azt hiszem ebben játékban olyan, hogy akár derékszögben is tud kanyarodni a metró. Szóval ez ilyen érdekes. Oké, okay, akkor van víz ott, és akkor nézzük, elértem-e már a következő szintet ez a búzatermelő cucc? Még mindig nem. Az emberek kapacitásával, hogy lehet ezt olyan növelni? Meg kéne duplázni a munkások számát. Ja. Jól oktatott emberekre van szükség. Nem, pont, hogy nem. Hát ezzel nem tudok mit kezdeni sajnos, ez az iparos témával. Esetleg talán annyit, hogy itt is eliparosítom itt a környezetet mondjuk eddig. Hát, ha ide is építkeznek, de úgyse fognak szerintem. Így is minden ilyen cucc el van hanyagolva, el van hagyatva. Még ide is. Hát ide is, akkor már. Ez itt ilyen ipari negyed. Firewatch Tower, 9000 ér. Hát miért ne? Hopp, áram hiány van, mindjárt megoldom. Jó, lesz egy ilyen tűzfigyelő toronyka ott, semmi közepén. Ez kicsit ilyen undorító. Ja, hát ez több, mint undorító itt a környéken, de... de hasznos! Talán. Na, nézzük csak az áramot. Aha, kicsit lecsúszott a rendszer. Kapcsolok még feszültséget a hálózatba. És akkor az talán segít itt. Még egy kicsit, hogy ezért legyen valami kis puffer zóna. Jól van, ez megteszi.
51%-ig tele van. Jól működik a... Elméletek jól működik az újrahasznosító rendszer. Szóval... nem lehet gond. Na megint itt egy hulla. Van egy holttest. Ki elszállítása vár. És a temető az hogy van? Temető, hát van még hely. Tehát elszállíthatnák. Még. Jó, ez minden rendben. Krematórium. Az is minden rendben, az még ráér. Minden rendben. Ú, milyen fejlett kis házak vannak. Napelemek vannak mindenhol a háztetőkön. Ez hasznos, praktikus. Praktikus. Szépen növekszik a lakosság, pénzem is kb. Jól van. Úgyhogy lehetne itt tuningolni a dolgokat. Mit tuningoljak? Rakok például ilyen dolgokat, amikkel lehetne itt növelni a emberek jó kedvét. Mondjuk pakolok csomó. Parkútvonal. Jó, azt majd egyszer. Ez valamilyen természeti bizbasz. Nem tudom. Piknik asztalokkal egy ilyen kis farm cucc. Ott is van egy hulla, aki ott. Ott van. Lehet, hogy ide építek egy ilyen piknik parkot. Oké, ezért talán növelem a környező területeknek az értékét. Még egyet rakok mellé. Vagy nem? Nem, viszont akkor ide rakok. Hol ilyen kis házakat kell csak elbontani. Ezek milyen házak vajon? Ez értékes? Ez egy elég értékes ház, és csak fejlődik, az is értékes ház. Ezek itt egész jó házak amúgy. Ez is hármas szintű. Hú, itt is egy hulla. Szegény. Szegény, szegény. Jó, még amíg narancssárga, addig még nincsen rohadt nagy probléma, mert akkor még nem kezdett el oszlani. Akkor még csak nemrég halt meg. Na szóval ez ilyen. Elég kopár, én körbe raknám ezt szépen fákkal, meg erdőségekkel. Sajnos ezt se fogják értékelni az emberek, de azért rakok ide fákat. Szép fákat. És akkor ez már itt, ez már kb. Itt lakható. Piknikasztalos téma. Így azért már jól néz ki, viszonylag. Nem tudom, tűz van, vagy mi a szar van itt most? Valami, mint a ropogna. Talán nem. Jól van. Na, viszont hát kb. Elérkeztem így a műsoridónak a végére. Na itt most már piros a hulla. Szóval senki nem hajlandó elszállítani, és már szomszédben is meghalt valaki. Az étteremben. Fogalmam nincs, miért nem viszik el. Na még egy valamit csinálok gyorsan, mielőtt lejár a műsoridő. Kicsit fejlesztem itt az utakat ilyen durvára. Biztos jó legyen. Itt azért sok busz járkál, meg sok autó is van, nehogy elakadjanak már véletlenül. Csak ezt a külsőt. Hoppá!
megint egy misclick, ami sok embernek az otthonába került. Na mindegy. Visszacsinálom hamar. Jó. Bocsi! Nem direkt volt. Oké, és akkor még tovább fejlesztem itt is az utakat, ott is. Körbe, mindenhol. Ez így azért, hát itt pár ingatlan sajnos magával vitt ez a felújítás. De így jó lesz, remélem. És akkor talán így már jó. Na remélhetőleg akkor így minden rendben lesz. És akkor még rakok ilyen... Most üzleti szektorra viszonylag nagy szükség van, tehát rakok ide egy kis... kéket ide. Egy-egy ilyen irodás cuccat ide, poénból. Egyébként pedig üzleteket ide. Itt is legyenek üzletek nyugodtan. És akkor remélhetőleg itt minden rendben lesz, oda is. Na, hát... Akkor ennyi fért így a mai alk. Hú, mindenhol hullák vannak, mi a szarnak van ez? Dolgozik a krematórium? Még azért vannak itt helyek. Valahogy kéne növelni a elszállító cuccot, mert hirtelen mindenki meghalt. Hát ez nehéz, nehézkes az élet. Hú, ott nincs víz, várjál áramot is. Nem tudom abba hagyni a játékot, basszus, mert mindennek kell oldani. Több áramot kapcsolok a rendszerbe. Több vizet is kapcsolok a rendszerbe, ugye? Sőt, gyorsan akkor még egy vízpumpát rakok, mert kell. Itt is hullák vannak minden házban. Minden házhoz jár egy hulla. Nézzük, ez rohadtul megneveli itt a kapacitást. Hogy megfogja, ugye? Aha, megnövelte, viszont a szennyvíz kifolyókat is kellene itt állítgatni. Akkor ide rakunk még egyet. Oké, akkor ez is csutkára növeli. Rohadtul örülnék már a víztisztítónak, hogy ne kelljen így teleszarni a tengereket, meg az egyebeket. Oké, tele van, és akkor vissza lehet venni a büdzséjéből nyugodtan mondjuk felére. Nem kell szétköltekezni. Még egy csomót. Jó, azért ennyit nem. Oké, ez jó, és akkor áram, az hogy van? Árammal is baj van. Igaz, is már csutkára van húzva, lehet, hogy befigyel mindjárt a következő erőmű. Na viszont ez már csak a következő részben lesz, addig remélem el sikerül eltakarítani a hullákat, meg minden. Itt is haldokolnak az emberek? Járványban? Milyen szarnak? Hoppa, a vizet kell rakni még hamar. Tényleg nem tudom befejezni a játékot, soha nem lesz ennek vége. Mindig lesz valami kis javítgatni való. De talán ezért jó az a játék. Na most már minden rendben tényleg. Na és akkor a következő részben akkor kb. Innen fogom folytatni a játékot kb. Lehet, hogy egy kicsit játszogatok, meg tesztelgetem a dolgokat, mert sokat kell tanulnom, és most csak így menedzselem a dolgokat, de amúgy alig tanulom a újabb részleteket, például azt a iparos témakört ott hátul. Mindenhol hullák vannak, ide is rakok majd temetőt. Na, ennyi lett volna mára. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!